Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Krisztus feltámadt. Ezzel az örömhírrel a lelkükben élték meg a debreceni keresztények húsvét ünnepét. Valamennyien átélhették, megélhették azt a csodát, amit az Isten egyszülött fiában adott, hogy ő a szenvedéseivel, kereszt halálával és feltámadásával legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, sőt, áldozata ma is lemossa a bűnt valamennyi hívőről, amennyiben azt szívből, lélekből őszintén megvallják. Örömhír járta át a város valamennyi templomát az angyal szavaival, ti ne féljetek, hiszen tudom, hogy Jézust, a megfeszítettet keresitek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. A húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújts föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Tűzszenteléssel kezdődött a húsvéti vigília a debreceni római katolikusok számára a Szent Anna székesegyház előtt. Ezt követően a szentelt tűzzel meggyújtották a Krisztus testét szimbolizáló húsvéti gyertyákat, benne a töménszegekkel, amelyek Jézus halálos sebeire utalnak. A papság ezután bevonult a sötét templomba, majd a föltámadást jelképező lángról meggyújthatták a hívek is gyertyáikat. Így töltötte be a fény a Szent Anna székesegyházat, ezzel Isten végtelen szeretetét jelképezve, aki egyszülött fiát adta a bűnös emberiségért. A szertartáson elsőként a Szentírásból olvastak fel részleteket. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres. Sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét, ami azt az örömhírt hirdeti, hogy Jézus legyőzte a halált, feltámadt és mindenkit meghívott az örök életre. Eljöttünk, hogy ünnepeljünk, hogy örüljünk, hogy együtt örüljünk elsősorban annak, hogy Jézus Krisztus föltámadt. Megünnepeljük, hogy megoldódott az ember életének legnagyobb problémája, hogy miért is kell meghalnunk. Olyan csodaszép ez a világ, főleg itt tavasszal, és belegondolni abba, hogy egyszer itt kell hagynunk. Milyen rossz ez. És Jézus azt mondja, hogy aki hisz bennem, annak örök élete van. Megoldódott az ember életének legnagyobb problémája, mert Jézus feltámadt, és vele együtt feltámadnak azok is, akik hisznek benne. A Szent Anna székesegyház teljesen megtelt a hívekkel. Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök szentbeszédében kiemelte, megoldódott az ember életének legnagyobb problémája, mert Jézus feltámadt, és vele együtt feltámadnak azok is, akik hisznek benne. És Jézus megnyitja a mi szemünket is, hogy mi is lássuk, hogy meglássuk a szépet, a jót, és ne csak a rosszat. Hogy meglássuk az összefüggéseket ebben a világban, hogy a szeretet legyőzte a bűnt, a világosság legyőzte a sötétséget, az élet legyőzte a halált. Megnyitja a mi szemünket és a mi értelmünket is, hogy mi is felfogjuk Isten kinyilatkoztatását, vagyis üzenetét, hogy húsvét üzenete a mi életünkre is hatással van. Nem egy külső esemény, nem csupán egy hosszú hétvége, amely alkalmat ad arra, hogy pihenjünk, vagy wellness hétvégén vegyünk részt, vagy jókat együnk és ígyunk. Mindez belefér, de Krisztus nélkül nem húsvét. Akkor lesz igazán a húsvét igazi ünnepünk, hogyha megnyílik nem csak az értelmünk, hanem megnyílik a szívünk is, mert a szívünk ajtaján ott kopog az isteni kegyelem.
A húsvéti vigília végén a hívek körmenetet tartottak, hogy ezzel bizonyságát adják a külvilág felé is örömüknek. Közösen énekelve fejezték ki örömüket a hívek a görög katolikus főszékes egyházban. Idősek és fiatalok egyaránt érkeztek az Attila téri templomba, hogy együtt ünnepeljék Krisztus feltámadását. A bizánci egyház szertartása szerint a felolvasás alapja aranyszájú Szent János hittanító beszéde, amelyből Kocsis Fülöp érsek metropolita olvasott fel. Ezzel az üzenettel a Krisztussal való teljes szövetség megújítására hívta az ünneplőket. Mindnyájan lépjetek be az Úr örömébe, elsők és későbbiek, élvezétek jutalmatokat, gazdagok és szegények, együtt örvendjetek, mértékletesek és könnyelműek, becsüljétek meg ezt a napot, böjtölők és nem böjtölők, vigadjatok ma, az asztal tel is tele van, egyetek róla mindnyájan, a hízlalt borjúból bőven van, senki ne menjen el hát éhesen, élvezétek mindannyian a hit lakomáját, részesüljetek mindnyájan a jóság bőségéből. Senki ne síránkozzon szegénysége miatt, hiszen feltűnt a közös országunk. Ne keseregjen senki bűnei miatt, mert fölragyogott a sírból a bocsánat. Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az üdvözítő halála. Amikor annak hatalma alá került, összetörte a halál erejét, leszállt az alvilágba, és kifosztotta az alvilágot. Keserűséget okozott neki, amikor megízleltette vele a testét. Az érsek metropolita a húsvéti homiliában pedig arról beszélt, hogy a bűn ellen kell harcolni, mindenek előtt a saját bűneink ellen, mert ebben rejlik az igazi ellenség. Ez az, ami magával hoz minden szörnyű következményt, igazságtalanságot, válságot, katasztrófát. A bűnnek legyőzői kell, hogy legyünk, hogy szentekké legyünk, és önmagunkon keresztül megszenteljük a világot, hangsúlyozta Kocsis Fülöp. Bármennyire is bűnös az ember, erősebb az irgalom, erősebb a szeretet, erősebb az Isten, aki megbocsát, fölemel és bennünk él. Ezzel a megfontolással kérdezem, drága testvéreim, hogy hiszünk-e a föltámadásban? Hiszük-e azt, hogy nem uralkodhat rajtunk a bűn? Hiszük-e azt, hogy a mai nap, a mai ünnep az egész világ megváltása? Éppen ezért kell ebben hinnünk, mert föltámad Krisztus, a föltámad Krisztus rajtunk keresztül akarja, és csak rajtunk keresztül tudja megszentelni a világot. Ezért kéri tőlünk ezt a hitet. Ezért erősít meg bennünket mindig, de különösen ezen az ünnepen, egy csodálatos szertartásban, amikor százszor kimondatja velünk, hiszünk a föltámadásban, tudjuk, hogy Krisztus föltámadt. A szertartás részeként a hívek tiszteletük kifejezéséül megcsókolták a keresztet és a Jézust ábrázoló ikont. A görög katolikus gyakorlata szerint a húsvéti alkalmon pászka szentelést is tartottak. Így az ünnep első étkezésén a családok megáldott, megszentelt ételt vehettek magukhoz. A feltámadt Jézus szavaival köszöntelek benneteket a húsvét ünnepén. Békesség néktek. Amen. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Olá István a nagy templomban összegyűlt híveket húsvét vasárnapján. Az apostoli köszöntés után Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdetett igét az ünnepi alkalmon. Az első húsvét hajnala az Isten nagy meglepetése volt a világ számára. Páratlan napfelkeltét hozott, igazi hajnalhasadást. Az élet megelőzhetetlen teremtő Istene újra szolgálatba állt, hogy elhozza a megváltás csodáját. Máig megfejthetetlen, hogy pontosan mikor és pontosan hogyan is csinálta. A titok azóta is megmaradt titoknak. Kinyomozhatatlan, pedig mennyien nekiindultak már, hogy megfejtsék a húsvéti feltámadás titkot. De feltámadás ügyben lezárhatatlanok az akták, mert a nagy meglepetés hatása kideríthetetlen.
De a hatását mi is érezhetjük, mert a feltámadás igazi bizonyítéka maga a feltámadott Jézus, tette hozzá Fekete Károly. Bár maga a folyamat titok, de a feltámadott Úrról van kinyilatkoztatás, a léte érezhető valóság. A feltámadás sokakban kételyeket szül, de a feltámadott bizonyságot ad magáról, és sokaknak megjelent és megjelenik ma is. A püspök kiemelte, a feltámadás nem észszerű, de a feltámadott logikusan üzen, hív, vezet, és azt mondja, én előttetek megyek, és veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az első húsvét reggele az Isten nagy meglepetése volt a világ számára, mert nem egy zseniális mutatványt akart megtenni, hanem egyszerűen öröm ünnepet szerezni, készíteni azoknak, akiknek félelem tölti be a szívét, ezért kiűzi a félelmet, kiengesztelődést adott, felmentést és szabadulást, utat nyitott az életre. A nyitás két formája különösen is örömteli, mert általános érvényű és nincs korhoz kötve, bezárva az ókori világ történelmébe, hanem máig kísér bennünket. Az egyik egy olyan nyitás, mint amit a Jézus sírjához érkező Magdalai Mária tapasztalt. A kő el van véve a sírbolt elől. A másik meg egy olyan nyitás, amit a hitéért börtönt viselt Pál apostol érzett és állított, Isten igéje nincs bilincsbe verve. Kő és bilincs, de hát az egyik rosszabb, mint a másik. A kő a Jézus sírján a hatalom által odapakolt sírjel. Zárpótló a Jézus ügy likvidálását hirdető sírkamrán, az elvégzett, letudott, kényes intézkedésnek vége. Rajta van a kövön a pecsét, ahogy Máté evangélista írja. Kívülről nagy erőket mozgósítva oda tették a zárjegyet. Egyébként is zsidós szokás szerint holttest fölé csak élettelent illik tenni. Követ, minél nagyobbat, kőtömböt. A maradandóság, a durva erő, a mozdíthatatlanság, a tunya szilárdság, az élettelen keménység jelképe a kő. Befejezettséget, félelmetességet, lemondást, vereség érzetet sugall ez. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet kórusának szolgálata is felhangzott, ezzel is örömét hirdette a nagy templomi egyházközség. Jézus Krisztus föltámadásáról tettek tanúbizonságot az evangélikusok is húsvét ünnepén. Asztalos Richárd lelkész a hívekhez szólva azt mondta, minden egyes vasárnapon és ünnepnapon arról teszünk tanúbizonságot, amit az apostoli hitvallás szavaival is megvallunk. A feltámadás csodáját nem tudjuk bizonyítani. Olyan titok ez, amit nem tudunk megmagyarázni, csak elmondani és személyes bizonyságot tenni róla. Hiszem a testnek feltámadását, és az örök életet. De vajon valóban áthatja ez a mi életünket, keresztény mindennapjainkat? Vajon valóban képesek vagyunk ezt a néhány szót magunkévá tenni, és tudunk ebben a reménységben élni? Tudunk-e búcsút venni elhunyt testvéreinktől úgy, hogy a viszontlátás reménysége az ott él a szívünkben? Vagy pedig a temetések csak arra jó alkalmak, hogy ilyenkor találkozzunk személyesen is. A rég nem látott, messzire költözött rokonokkal, egykori barátokkal, ismerősökkel, régi szomszédokkal. Mert ha tényleg csak erről szól, minden egyes embernek elmenetele ebből a világból csak azért azt hívja életre, hogy összegyűjti azokat az embereket, és csak sajnálkoznak, akkor valójában még a keresztény elbúcsúzásnak sincs értelme. Azt mondja Pál,
A Krisztus nem támad fel a holtak közül, hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Az ünnepi istentiszteleten az is elhangzott, hogy a húsvét kulcskérdése, mit is jelent számunkra a Krisztussal való találkozás, hogyan érint meg bennünket a názáreti Jézus, akit nagypénteken keresztre feszítettek, harmadnapra feltámadt a halottak közül, ahogyan az előre meg volt írva. Minden kétséget kizáróan utána akarunk járni, rekonstruálni akarjuk az eseményeket, vagy pedig elfogadni azt, hogy volt az első ember, Ádám, és az ember Jézus. Két név és két személy kerül a korintusiak előtt ellentétbe. Ádám az első ember, aki elbukott már a kísértéskor, a kezdet kezdetén, és az ő bűne azóta is folytatódik, általa a mi életünk részévé is válik, a szenvedés és a halál. De vele szemben megjelenik a Krisztus. Megjelenik az, akiben Isten emberré lett, hogy feltámadásával végleg megtörje a bűn és a halál erejét. Vannak, akik Ádámban vannak, és vannak, akik Krisztusban. Azok az emberek, akik továbbra is csak a bűneikkel akarnak meglenni, azok nyilvánvalóan az első Ádámhoz tartoznak. Az, aki már talán hallott az üres sírról, de nem tud mit kezdeni vele, mert nincs köze a feltámadotthoz. Az, aki tovább éli mindennapját jövőkép nélkül, úgyhogy nincsen reménysége, amely a halál utolsó pillanatában túlmutatna, aki tudomásul veszi talán az evangéliumot, mint egy leírást, de nem válik örömhírré számára, és továbbra is lehajtott fejjel ballag vissza a mindennapjaihoz. És az a szenvedő, az a beteg szeretteit sem meri letenni az Úr kezébe, ha nem szorítja, ha nem húzza vissza őket Isten kegyelméből. Mert akik Krisztusban vannak, azoknak a szívét a feltámadott is lángra gyújtja. Aki már megtapasztalt valami különös csodát az életében, ami az életét gyökeresen megváltoztatta, az rájön arra, hogy van valaki, aki ennél még nagyobb változást tud tenni. Az ünnepi alkalom végén az úrvacsora sákramentumával éltek az evangélikus egyházközösség tagjai is. Ezzel is kifejezték az egységüket a feltámadt Jézus Krisztussal. A baptisták vasárnap délelőtt énekkel dicsőítették Krisztust. Az ünnepi alkalmon Pap János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette az igét. Úgy fogalmazott, Jézus Krisztus feltámadása válasz az élet meg annyi kérdésére, veszteségére. Ez a keresztény élet alapja, ami megváltoztatta a világ történelmet. Nem véletlen, Jézus életéhez szabjuk a történelem órát, a történelemnek az óráját. És az ő feltámadásához, az ő életéhez van szabva a mi életünk is. A Krisztusban, az Istennel járt életünk is. Megmagyarázhatatlan a feltámadás. Kedves testvérek, kedves mindenki, én nem tudom megmagyarázni a feltámadást. Számtalan dolgot nem tudok megmagyarázni. Az sem, hogy az atomenergia hogy működik. Az sem, hogy ez a kicsi növény hogy tud ekkorára lenni, mikor még nemrégiben olyan picin volt. Az sem, hogy ez a picin kis élet hogy tud egyszeribe minden tudni, és 4 évesen már olyan kérdéseket feltenni, amelyek fölött tanároknak kell törni a fejét. Nem tudjuk. Én nem tudom megmagyarázni. Nagyon érdekes, a feltámadásnak nem voltak közvetlenül tanúi. Nem állt senki ott Jézus sírjában,
az ő teste mellett. Mert a feltámadásnak nem a módja az érdekes, hanem a ténye a fontos. Annak az igazsága, hogy Jézus Krisztus feltámadt, nincsen itt, mert feltámadt. A feltámadásnak hatása van még ma is, hangsúlyozta az elnök. Az emberek átélhetik az erejét már 2000 év óta, nap mint nap. Nincs okotok félni, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Az élet ura jár velünk. Az, aki legyőzte a halált, legyőzte az ördögöt, legyőzte a bűnt, annak minden nyomorát, nem kell félnetek. A félelem a kellel jár együtt. Félni kell. Amikor ránk tör, amikor körbevesz a homály, nincs mit tenni, félni kell. Mit lehet tenni? A Biblia realista. Valóságosan beszél a dolgokról, és arról, hogy igen, bennünk is, minden emberben, a hívő emberben is fölébredhetnek a félelem szikrái különböző helyzetekbe, különböző nehézségekkel szemben. Éppen ezért szól Krisztus, ti ne féljetek, itt vagyok, velem lehet találkozni, és az a nagyszerű dolog, hogy a félelmeinket legyőzi az Isten szeretete, mert arról olvashatunk, János apostol ír erről, hogy akiben teljessé lett az Isten szeretete, abból kiűzi a félelmet, nem marad hely a számára, ha az Isten szeretete tölti be a szívünket, ha Krisztus jelenléte tölti be a szívünket, a gondolatainkat, a félelemnek nincs bennünk maradása. A baptista testvérek ünneplése zenei szolgálattal zárult, amelyben újra és újra kifejezték örömüket és hálájukat azért a csodáért, amit az Isten egyszülött fia áldozatában adott az embereknek. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten, május 2-án a Református Egyház műsorába várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!